Elbontják a légvezetékeket a térség legnagyobb hulladéklerakója közelében. Az Ámori telep bejáratánál gólyafészkek sorakoznak, vannak bennük áttelelő gólyák is, amelyek egész évben itt maradnak. Pest megyében Pusztazámaron vagyunk, ahol a hulladéklerakó telep környékén élő madarak elsősorban a gólyák védelme érdekében a mögöttem látható 22 kV szabadvezeték hálózatunkat elbontjuk. Ehelyett földkábeles hálózatot létesítünk a biztonságosabb üzemeltetés érdekében. A telep vonzza a madarakat, mert egész évben bőséges táplálékforrást biztosít. Százával lakomáznak itt a sirályok, hollók és a védett fehér gólyák is. Pár évvel ezelőtt egy gólya pár úgy döntött, hogy itt megpróbál fészket rakni. Következő évben 2, 4, 8, tavaly már 23 fészek volt itt, és gyönyörűen nevelnek fiókákat. Amikor kirepülnek a fiókák, akkor az durván 60-80-nal megint csak növeli a létszámot. Európában egyedülállóan úgy néz ki, mint egy gólya lakótelep. Nincs sehol máshol. Én augusztus környéken, amikor ugye gyülekeznek úgymond a nagy útra, akkor itt azért betömörödik akár 200-300 gólya is. Ez most nagyon-nagyon megnyugtató, hogy most nincs vezeték, ami veszélyes legyen. Ez természetesen, de szempontból óriási lépés. A gólyák által fészkelésre kiválasztott oszlopok között a szabadvezetéket elbontjuk, viszont az oszlopokat, illetve a madárkiülőkre még alkalmas kereszttartókat meghagyjuk, hiszen ezekre további madárkiülőket, illetve gólyafészkeket tudunk tervezni a jövőben. A mostani beruházás zavartalan a báramszolgáltatás jelent a környék lakói számára, a gólyáknak biztonságosabb fészkelést, illetve a hulladéklerakó telep zavartalan működését biztosítja.